Szervusztok, halacskáim! Szeretettel köszöntelek benneteket a lakásomban, a lakásom nappaliában, és arra gondoltunk Médinénivel, hogy időnként olvasunk nektek egy kis mesét, hogy ne felejtsétek el az arcunkat, és néhány feladatot is megoldunk. Elvégre ma szerda van, ha jól tudom, és szerda, ugye mindig. Súlis nap. Először az egyik népmesés kötetből olvasok nektek egy elég mókás mesét, azt gondolom. A Adj Isten egészségére. Adj Isten egészségére. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ez a király olyan hatalmas volt, hogy ha eltüsszentette magát, az egész ország népségének rá kellett mondani, hogy adj Isten egészségére. Minden ember mondta, csak a csillagszemi juhász nem akarta soha mondani. Megtudta ezt a király. Nagyon megharagudott. Maga elé hivatta a juhászt. Elmegy a juhász, megáll a király előtt. A király pedig a trónusán ült, és igen, hatalmas volt, no, meg rettenetesen mérges. De akármilyen hatalmas volt, akármilyen mérges volt a király, a csillagszemi juhász mégsem fér tőle. Mond mindjárt, adj Isten egészségére, volt rá a király. Adj Isten egészségemre, szólt vissza a juhász. Nem, nekem, 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 te, korhely, te betyár! Nekem, 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 felséges úr! Felhelt az. De nékem, én nékem! Ordította a király, és mérgesen verte a mellét. Nekem, hát persze, hogy én nékem! Mondta megint a juhász, és szeléden verte hozzá a mellét. Már akkor a király nem tudta, mit tegyen mérgében, beleszólt a hopmester. Azt mondta, tüstént azt mondjad, adj Isten egészségére, mert ha nem mondod, halálfia vagy. Hát nem mondom én addig, amíg a király kisasszonyt nekem nem adják. Felelte a juhász. A királylány is ott volt a szobában. A királyapja mellett ült egy kisebb trónuson, olyan gyönyörűségesen szép volt, akár csak egy arany galamb. Elnevette magát a juhász szavára, mert neki is megtetszett a csillagszemi juhász. Jobban megtetszett, mint minden más királyfi. A király erre azt parancsolta mérgében, hogy vessék a juhászt tüstént a fehér medvet tömlöcébe el is vitték a darabontok, és bevetették a juhászt a fehér medve tömlöcébe. A medvének akkor már hat napja nem adtak enni, hogy annál dühösebb legyen. Mikor az ajtót betették, mindjárt megrohanta a juhászt, hogy széttépje és felfalja. De mikor a csillag szemét meglátta, úgy megijedt, hogy majdnem magát falta be a legtávolabbi szögletbe kucorodott, onnan nézte, de bántani nem merte, mert pedig olyan éhes volt, hogy csak úgy nyaldosta a talpát az éjségtől. A juhász meg le nem vette róla a szemét, és hogy ébren tartsa magát, nótákat fújt. Tudta, ha elaludna, a medve rögtön széttépné. Reggel jött a hokmester. Megnézi a juhász csontjait. Hát látja, hogy annak semmi baja. Felvezette a királyhoz. Az meg rettenetesen megharagudott, s azt kérdezte. Na most, keze voltál a halálhoz? mondod -e, a demán, hogy adj Isten egészségemre! De a juhász csak azt mondta, nem félek én a tíz haláltól sem. Csak akkor mondom, ha a király kisasszony nekem nem adják feleségül. Öröcsált a tíz halálba! És a király megparancsolta, hogy vessék a juhást az óriás sünök tömlöcébe. Be is vetették a darabontok. A tüskés disznóknak nem adtak egy hét igenni hogy annál gonoszabbak legyenek. Amint a disznók neki rohantak, hogy felfajják a juhászt, a juhász kivett a szűre ujjából egy kis furuját. Elkezdett rajta furujázni. Erre a disznók visszahökkentek, és egymásba kapaszkodva táncba ugrottak. A juhász Kacagni szeretett volna, mikor az ormótlan állatokat táncolni látta, de nem merte abba hagyni a furulyázást. tudta, hogy akkor mindjárt rárohannak és felfajják. Ezeknél hiába volt a csillagszeme, a tíz disznónak nem nézhetett egyszerre a szeme közé. Addig fújta, hogy nem győzték már az aprózást egészen kifáradva. Egymásra dőltek. A juhás csak nevetett, de úgy nevetett, hogy még reggel is, mikor a hoppmester jött megnézni, hogy maradt-e valami a csontjaiból, a könnyek futottak az arcán a nagy kacagástól. Felvezették aztán a királyhoz. Az meg, most még dühösebb volt, hogy a disznók se tudták elpusztítani a juhást. mondja neki, no, közel voltál most már a tíz halálhoz. Hát mondod -e már, hogy adj Isten egészségemre? A juhász belevágott a szóba. Nem félek én száz haláltól sem, csak akkor mondom, ha a király kisasszonyt nekem nem adják feleségül. Er egy hát a száz halába, kiáltotta a király, és megparancsolta, hogy vessék a juhást, a kaszás verembe. El is vitték a darabontok a sötét tömlődbe? Ennek a közepén egy mély kút volt, körülrakva éles kaszákkal. A kút fenekén egy mécs éget, hogyha valakit belevetnek, meglássák, hogy leérte a fenekére. Ahogy vitték a juhást, arra kérte a darabontokat, hogy menjenek ki egy kicsit, amíg ő belenéz a verembe. Talán még meggondolja magát, mondja a királynak, hogy a Isten egészségére. Gondolták a darabontok, és kimentek. A juhász felállította a verem mellé a fokosát, arra ráakasztotta a szűrét, tetejébe meg a kalapját tette. De előbb még a tarisznyát is felakasztotta, hogy test is legyen a szűrben. Akkor aztán kikiáltotta a darabontoknak, hogy na már meggondolta, ő bizony, mégsem mondja. A darabontok odamentek, belőtték a szűrt, kalapott tarisznyát a verembe, utána néztek, mint kioltotta a mécsest. Aztán egészen megnyugodva, hogy most már igazán vége a juhásznak, Az pedig a sötét szegletben csak nevetett. Másnap jön a hopmester a lámpással. Hát majd hanyat esett, ahogy meglátta a juhást. Felvezette a királyhoz. Az most még sokkal mérgesebb lett, de azért mégis megkérdezte. Na, most már száz halálba voltál, mondod de már, hogy adj isten egészségemre? De a juhász csak azt felelte, nem mondom én addig, míg a király kisasszonyt nekem nem adják feleségül. Tán olcsóbb bér is meg a kuszunk, gondolta a király, majd a kincsek elkápráztatják. Látta már ugyanis, hogy semmi módon nem pusztíthatja el a juhászt. Megparancsolta tehát, hogy fogjanak be a királyi hintóba. Akkor aztán maga mellé ültette a juhászt, és elhajtatott az ezüst erdőbe. Látod ezt az ezüst erdőt, fiam? Ha azt mondod, adj Isten egészségemre, neked adom. A juhász csak elhűlt. De mégis így felelt. Nem mondom én addig, amíg a király kisasszony nekem nem adják feleségül. A király elszomorodott, odább elértek az aranyvárhoz. Ott ezt mondja. Látod ezt az aranyvárat? Ezt is neked adom. Csak mond nekem, hogy adj Isten egészségére a juhász csak ámult, bámult. De mégis ezt mondta. Nem, nem, nem mondom addig, míg a király kisasszony nekem nem adják feleségül. Erre a király nagy búna keresztette a fejét, odább hajtatott a gyémánt tóig. Ott azt mondja, látod ezt a gyémánt tavat? Még ezt is neked adom az, ez is terdőt, az aranyvárat, a gyémántavat, mind, mind, mind neked adom, csak mondd már, hogy adj Isten egészségemre. Már akkor a juhásznak be kellett hunnia a csillag szemét, hogy ne lásson. De mégiscsak azt felelte, nem, 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 nem mondom addig, míg a király kisasszony nekem nem adják feleségül király látta, hogy nem boldogul vele, megadta hát magát. No, nem bánom, hozzád adom a lányomat, de aztán mondám nekem igazán, hogy egy Isten egészségére? Mondom hát, hogy nem mondanám, persze, hogy akkor mondom. A király ennek nagyon megörült. Kihirdette, hogy örüljön az egész ország népsége, mert a király leányka férhez megyen tartottak aztán olyan lakodalmat, hogy az egész országban mindenki evett, ivott, táncolt, még a halálos betegek is, még az aznap született gyerekek is. De a király volt a legnagyobb igazság. A legjobb banda ott húzta, a legjobb ételeket ott főzték. Tenger nép ült az asztal körül, a jókedv a ház fedelet emelgette, de amint a vőféj felhozta a tormás disznófejet, s a király maga elé vette, hogy szétoszza, akkor egyszerre csak nagyot tüsszentett az erős tormától. – Adj Isten egészségére! – kiáltotta Juhász legelőször. A király ennek úgy megörült, hogy összecsapta a kezeit. És a, a csillagszemi juhásznak adta a királyságot is. Akkor a csillagszemi juhász lett a király. Igen jó király lett belőle, sohasem telherte a népét a szeszélyeivel. Igen szerették, mert nagyon jó király volt. Még most is uralkodik talán valahol. Itt a mese vége. És a következő jelentkezésemkor egy picit rajzolni és egy picit számolni fogunk.